Köszöntöm a kedves nézőket a háttér folytatásában, és köszöntöm Godó Tibort, Törtel polgármesterét. Köszöntöm, polgármester úr, még egyszer, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó estét kívánok, én köszönöm a lehetőséget. Polgármester úr, utalok egy tavaly novemberi háttér című műsorunkra, akkor azt mondta, hát az még ősz, hogy relatíve jó a helyzet a Covid-járvány szempontjából, már persze, hogyha lehet a járvánnyal összefüggésben jó helyzetet említeni. Jó a helyzet Törtelen, relatíve jó a helyzet. Most miről tud beszámolni? Változó a helyzet Törtelen. Az elmúlt hét adatait, ha összehasonlítom a heti adatokkal, ugyanis minden hét szerdán szoktam közzétenni a Törtel lakosok részére. Én úgy gondolom, hogy ez elegendő is. A múlt héten 3 fertőzöttünk volt, és 3 kontaktunk. Ehhez képest most 13 fertőzöttünk van, és 5 kontaktunk. Én azt gondolom, hogy meg négyszerűsödött, és ez mindenféleképpen magasnak mondható, én úgy gondolom. Az érezhető nálunk is az országos jelenség. Igen, sajnos akkor ez az emelkedő tendencia, ez ott is tetten érhető. Egyébként mennyire fegyelmezettek, mennyire szabálykövetőek a törteliek? Nagyon nehéz ilyen hosszú időn keresztül folyamatosan figyelni magunkra, a másikra. Igen, az ismételt korlátozó intézkedések, ami szigorításokhoz vezetett, ugye ismert, hogy a közterületen is szabadtéren viselni kell a maszkot. Az első napokban szokatlan volt nyilván a törtelő lakosok részére is, de kértük mi is, hogy ezt be kell tartani, hogy viselni kell a maszkot, ez mindenkinek az érdeke, illetve a rendőrhatóság részéről. Az első napokban fokozott volt az ellenőrzés, ellenőrizték a közterületet, megállították az embereket, aki esetleg nem viselte. Volt olyan személy is, aki csak félig viselte, nyilván neki is felhívták a figyelmét, hogy hogyan kell szabályosan viselni a maszkot. Most azt mondom, hogy helyek közel most már mindenki betartja, közös érdek természetesen, hogy erre figyeljünk oda. Polgármester úr, ön oltáspárti? Igen, természetesen igen. Regisztráltam is, még nem kaptam értesítést, hogy mikor kapom meg az oltóanyagot. Nyilván itt az oltakozási tervvel kapcsolatosan, illetve az ütemezéssel kapcsolatosan figyelemmel kell lenni nekünk is arra, illetve be kell tartani azt a szabályt, amikor mi következünk. Nem tülekedhetünk, úgymond. Amit lesz lehetőség, én is be fogom adatni az oltóanyagot, és arra biztatok mindenkit, illetve arra kérek mindenkit, hogy ezt tegye meg, hiszen ezt a vírust valóban csak úgy lehet megállítani, véleményem szerint is, hogyha mindenki beoltatja magát. Polgármester úr, eddigi műsorainkban, az eddigi Háttér című műsorainkban is többször szóba került már az a bizonyos szociális hálótörtelen, amelynek jóval több mint 10, mondhatom így, hogy összetevője van. Mennyire bír ez most különös jelentőséggel? Én úgy gondolom, hogy a korábban bevezetett és pontosan 13 szociális támogatási formát fogadott el a képviselőtestület, hogy ezt 2014-től építettük, illetve jutottunk el a 13 támogatási formához. Én úgy gondolom, hogy az élelmiszer támogatás az nagy jelentőséggel bír most. Egyébként ezek közül a szociális támogatási formák közül a lakhatási támogatás, ami azt jelenti, hogy az energetikai költségekhez tudunk hozzájárulni, áram, illetve a földgáz, 5000 forint per eset, létfenntartási támogatás, ami szintén igazán élelmiszerre követhető, illetve azokra a létszükségletekre, ami most nagyon-nagyon fontos. Ennek a maximalizált összege 15000 forint. A gyógyszertámogatás, ami folyamatos jelen van nálunk, hiszen itt azért főleg az idősebb korosztály, aki igénybe veszi ezt a támogatást, és kevés nyugdíjuk van, a szociális tűzifa, és ami a legeslegfontosabb, az a melegétkeztetés. Díjmentesen biztosítjuk a melegételt a törtelő lakosoknak, illetve azoknak az igénylőknek, akik erre beadják a kérelmüket. Tehát ez az öt fontos szociális támogatási forma, ami nagyon nagy jelentőséggel bír. Természetesen kötelességem
tájékozódni a fertőzöttek helyzetéről. Szükségük van-e valamire? Természetesen én ezt meg is teszem. Két hét ezelőtt volt egy 12 fős nagycsalád, akik fertőzöttek, illetve kontaktok voltak, és több napon keresztül biztosítottuk a hideg élelmet, a meleg élelmet, illetve az italt. Költségvetés. Ősszel óvatos tervezést említette. Öné a szó. Ezt az óvatos tervezést folytattuk is természetesen. Nagyon-nagyon számolnunk kellett, hiszen az elmúlt év nyarán már azt láttuk, hogy a gépjárműadó fennmaradó 40%-át, ami egyébként az önkormányzatokat illette, azt a közös büdzsébe nekünk is át kell utalni, be kell fizetni. Évvégén a számokban 12,5 millió forintot jelentett. A mi településünkön ez nem kevés természetesen a költségvetésünkhöz képest, illetve később szembesültünk azzal is, hogy az iparűzési adó mértéke az feleződik, és 50%-kal úgymond alul kell terveznünk a költségvetésbe. Na, mi áthidaltuk ezt olyan formában, hogy nem is terveztünk most még a költségvetésben, még feltételes módon sem iparűzési adót, vagy gépjárműadót meg eleve már nem terveztünk. Két ok miatt, az egyik, hogy összefüggés van az iparűzési adó mértékének a vállalkozások jelenlegi helyzetéhez. Tehát nem látjuk azt, és badarság lenne számokkal dobálózni, illetve fix számokat rögzíteni a költségvetésbe, hiszen nem látjuk, hogy a vállalkozásoknak mennyi lesz az árbevétele, milyen mértékű lesz az iparűzési adó, és ehhez képest milyen lesz majd az 50%-os mérték. Úgyhogy csak satszolni tudunk, illetve tervezni természetesen lehet, de még egyszer hangsúlyozom, mi a költségvetésben nem terveztünk. A másik, kormányzati szinten ugye azt az ígéretet kapták a települések, hogy az 50%-ának megfelelő mértékű bepótlás megtörténik 2021-ben. Az egyik része, ha jól emlékszem, június-július környékén, a másik része pedig szeptember-október környékén. Erre sem alapozhattunk még, mert bármi történhet. Úgyhogy ez inkább legyen egy kis meglepetés majd a költségvetés módosításánál, amikor látunk számokat, és tényleg hozzá tudjuk tenni az összköltségvetésünkhöz. Így összesen én úgy gondolom, a 60-70 millió forinttal alul tudtuk most tervezni a költségvetést ezek a függvényébe. Viszont összességében 712 millió forinttal tudtuk elfogadni a költségvetést, ami én úgy gondolom nem rossz. Viszont össze kell húzni egy kicsit a derékszíjat, mert ami nálunk nagyon-nagyon fontos, illetve nagyon-nagyon szem előtt tartom, hogy az intézmények működésének zavartalannak kell lenni. Gondolok itt az óvodára, gondolok itt a művelési központra, gondolok a közétkeztetésre, és természetesen az önkormányzat, illetve a hozzátartozó kisebb egységekre, illetve a polgármesteri hivatal működésére. Működnünk kell. Tehát itt nem lehet az, hogy nem áll rendelkezésre pénz, és nem tudjuk működtetni bármelyik intézményünket, illetve a községfejlesztésre, amit még terveztünk egy picit többet, mint az elmúlt évben. Sokat nem tudtunk tervezni. Sajnos ugye rendezvényeinket nem fogjuk tudni megint megtartani. A nagy rendezvényünk a Juhász Fesztivál, amit nem fogunk tudni megtartani véleményem szerint, nem is tervezzük. Onnan tudtunk visszacsoportosítani egy kicsit a községfejlesztésre. Meglátjuk majd, és tényleg számokat nem is mondanék, mert a negyedéves költségvetés módosításánál bármi történhet, vagy további megszorítások kellenek, és takarékoskodnunk kell, vagy ha lesz olyan plusz bevételi forrásunk, amit hozzá tudunk adni, akkor annak csak örülhetünk természetesen. A beruházások költségvetését, illetve költségét rendelkezésre álló pénzösszegét is terveztük a költségvetésbe, de az egy céltartalékot képez, abban nem gondolkodhatunk más irányba. Polgármester úr, akkor a működtetésről már szólt, az anyagiak rendelkezésre állnak, beruházások. És akkor itt mondanék néhány konkrétumot, és kérnék majd öntől is konkrétumokat, van, ami már meg is valósult. Utalok itt tavalyi beszélgetéseinkre, orvosi műszerek beszerzése például, belterületi utak kapcsán van a folyamatosan konkrét tervei, tanyagonnoki busz, ami például már úgymond meg is valósult, beszerzésre került, tehát már az önöké, és hát más további, még folyamatban lévő beruházások, és akkor most ismét öné a szó.
Négy beruházásunk van folyamatban. Egy belterületi útépítés, a belső körösi út, illetve a Somogyi Béla út aszfaltozása, illetve az ehhez tartozó vizesárkok tisztítása, illetve profilozása, buszöblök kialakítása, utasvárok megépítése. Ez folyamatban van. Elfogadta az államkincstár a 75%-os intenzitású felhasználásunkat, úgyhogy nagy örömmel jelenthetem, hogy a fennmaradó összeg utalása folyamatban van, így a beruházás befejezésének akadálya nincs. Egy hónapon belül véleményem szerint ezt be tudjuk fejezni. Van még egy közel 30 milliós beruházási lehetőségünk, szintén nyertes pályázat, három belterületi út megépítése, amit most a másik pályázat kivitelezésével párhuzamosan kívánunk megkezdeni. Nyilván itt az elmúlt időszakban november, december, január, február azért elég csapadékos volt, meg hideg is volt. Természetesen nem lehet utat építeni, hiszen azok a földutak, amit felkívánunk újítani, azok igen rossz állapotban vannak, nagyon sok volt a csapadékvíz. Azt elvezetni nem tudtuk, tehát a fizikai képtelenség volt, illetve időjárás függő volt, hogy azokat a beruházásokat mi tudjuk folytatni. Én bízom benne, hogy ezeket párhuzamosan tudjuk majd elvégezni. Egy korábbi nyertes pályázatunk a bölcsőde fejlesztés, amire az önrészsel együtt 52 millió forint áll rendelkezésre. Két hetes fős csoportszoba kialakítás, illetve a hozzátartozó helyiségek, illetve az épület felújítása. Amikor elnyertük ezt a pályázatot, és okulva az óvodafejlesztéssel kapcsolatos problémákra, és mindjárt említést is teszek róla, egy picit megnéztük a műszaki paramétereket, és azt láttuk, hogy ráemelés szükséges. Ezért döntöttünk úgy, hogy az államkincstárhoz fordulunk, és tényleg szűkre szabottan, de 7,4 millió forint plusz forrást igényeltünk. Amennyiben ezt megkapjuk az államkincstárt, hogy nagyon bízom benne, hogy meg fogjuk kapni, akkor megkezdjük a bölcsőde fejlesztést is, illetve a bölcsőde megvalósítást. És az utolsó folyamatban lévő beruházásunk az az óvoda fejlesztés. Itt is mondom, hogy nem árulok el azzal a titkot, hogy a korábbi kivitelezővel egyoldalú szerződésbontásra került sor, és új közbeszerzési eljárást folytattunk le. Azért mondom, hogy folytattunk le, mert most érkezett az értesítő a közbeszerzési referenstől, hogy beérkeztek az ajánlattevők által beküldött anyagok, és az értékelés a folyamatban van. Ez azt jelenti, hogy ha érvényes volt a közbeszerzési eljárás, megfelelő számba tettek ajánlatot, akkor eredményhirdetés következik, következik egy 5 napos moratórium, és azt követően tudunk majd a nyertes pályázóval szerződést kötni. Az óvoda fejlesztése most nettó 47 millió forint áll rendelkezésre. Azért mondom, hogy nettó, mert fordított adózás elve működik ebben a pályázatban, ennek a pályázatnak a megvalósításába. És ehhez kapcsolódik majd egy újabb pályázati lehetőség. A Magyar Falu program keretében kívánunk még 30 millió forintot pályázni, mert azt látjuk, hogy a 17-18-as nyertes pályázatot 2021-ben az akkori árakkal, anyagárakkal, munkadíjjal nem tudunk befejezni, úgyhogy szükséges pótolnunk. Tehát az egyik a Magyar Falu program lesz, illetve itt is van lehetőség az államkincstár felé kérelmet benyújtani, hogy a nyertes összeg 15%-áig egy ráemelést kérjünk, ez nettó kb. 17 millió forint lesz. És jön a harmadik, ami a víztartalék úgymond, és itt visszautalok egy picit a költségvetésre. Amennyiben ez sem lenne elegendő, természetesen a költségvetést egy kicsit át kell rajzolnunk és be kell terveznünk. Tehát a cél, hogy az óvodát 2021-ben mindenféleképpen fejezzük be. Polgármester úr, milyen most a kapcsolata a törteli civil szervezetekkel? Én úgy gondolom, hogy majd a remélhetőleg minél hamarabb nyitást követően lehet ismét egy újabb lendületet. Továbbra is megmaradt a jó kapcsolat, több mint 10 civil szervezetünk működik aktívan, és sajnos a Covid helyzet miatt ez a kapcsolat, azt mondhatom, hogy telefonos kapcsolattá alakult át, és csak szükség szerint vesszük igénybe a civil szervezet
ennek segítségét. Hát most kényszerpályán most március mozognak. 15-én már azt sem mondhatunk el. Közösen nem is tudtunk közösen koszorúzni sem. Azt nagyon szépen beosztottuk, hogy ki, mikor jöjjön az emlékműhöz és helyezze a megemlékezés koszorúit. De egyébként mindenki rajtra kész, és amennyiben olyan rendezvényt tudunk szervezni, akkor állnak rendelkezésre. Célunk is 2019-ben fogalmaztuk meg a kampány során egy faluszépítő egyesület létrehozását. Az alapokat leraktuk, várjuk az önkéntes jelentkezőket, és mi is szeretnénk egy kicsit virágosítani Törtelt, és bízom benne, hogy lesznek jelentkezők, és ezzel az egyesülettel még egy több civil szervezetünk lesz. Ami még nagyon fontos, és eddig jellemző volt most már több éven keresztül, és a költségvetésnél figyelembe vesszük, éves szinten 900 000 forint pályázati lehetőséget biztosítunk a civil szervezetek részére. Nyilván a feltétel, hogy bejegyzett civil szervezet legyen és Törtel legyen a székhelye. Maximálisan elnyerhető összeg éves szinten 300 000 forint. A civil szervezetekének is ezzel a lehetőséggel a felhasználás nagyon pozitív, tehát mindenki célirányosan használja fel azt a 300 000 forintot, amit elnyernek. Hálásak a civil szervezetek, ők segítik az önkormányzat munkáját, mi pedig segítjük pályázati lehetőséggel a civil szervezeteket. Polgármester úr, végül, de egyáltalán nem utolsó sorban kanyarodjunk vissza az egészségügyhöz. A Törteli kettő házi orvosi praxis közül az egyiknek az úgymond ügye, az hosszabb távon is megoldódni látszik. Ez egy jó hír. Igen, most már negyedik éve küzdünk ezzel a praxis átadás-átvétellel. Azért mondom, hogy küzdünk, hiszen minden egyes költségvetési évünket érinti a praxis megtartása, úgymond még az önkormányzat tulajdonában van, ugyanis a finanszírozás nem mindegy, hogy 60% központi finanszírozást kapunk, és 40-et a költségvetésből kell biztosítani. Természetesen biztosítanunk kell, hiszen ez egészségügyi szolgáltatás országos szinten úgy történni is nagyon-nagyon fontos. Most néhány hónappal ezelőtt a kettes körzetre volt nyertes pályázónk. Egyelőre még a fix vállalkozói szerződés, illetve a praxis átadás megtörténik, ennek a folyamatát nyilván különböző hatóságoknál kezdeményeznünk kell, egészségügyi hatóságoknál, addig helyettesítéssel látja a doktor úr, de vélhetően április 1-ével véglegesen át tudjuk adni a praxist, így az egyik felnőtt házi orvosunk a 100%-os központi finanszírozású lesz, és az egyes körzetbe továbbra is pályáztatunk, kérjük a pályázatokat. Hát meglátjuk, hogy mikor járunk eredménnyel, addig is tesszük a dolgunkat, és támogatjuk a házi orvosainkat. Polgármester úr, köszönöm szépen még egyszer, hogy a rendelkezésünkre állt. Jó munkát kívánok! Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézők, ez volt a Háttér. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!